Nagyon fontos, és minden évben el szoktunk menni Mária Pócsra a kegyképhez. Legalább egyszer, de ha lehet, többször is elmegyünk. Olyan ember, aki soha járni nem tudott, csak mankóval, a volt a kívánsága, hogy bevigyék a templomba, és be se kellett, hogy érjen, már a templom kertben el kellett, hogy dobja a mankót, mert megérezte, hogy most már járni tud. Őseink között többen voltak, akik keresztények voltak. Ezt alátámasztják a régészeti leletek, valamint az akkori korabeli iratok is, hogy őseink találkoztak már a keleti kereszténységgel, és ők maguk is többen keleti keresztények voltak. Tehát nincs ellentét a hagyományőrzés és a kereszténység között. Őseink is egyistenhívők voltak, de közülük többen is voltak már keresztények. Keleti keresztények voltak, hiszen a keleti kereszténységgel találkoztak a lakóhelyükön, az élőhelyükön és a vándorlásuk során is a keleti kereszténységgel, és találtak ereklye tartó keresztet sírokban, aztán tarsolylemezt, amin bizánci kereszt van. Aztán tudjuk, hogy a vezérek közül is megkeresztelkedtek Bizáncban. Tehát voltak köztük keleti keresztények, és ez az egyesület óriási megtiszteltetésnek veszi azt, hogy kísérheti egyházunknak talán a legdrágább kincsét, a könnyező Pócsi szűzanyát.